A látogatási tilalmat hirdető felirat fogadja a Szekszári Szociális Központhoz érkezőket. A koronavírus járvánnyal kapcsolatosan az egyik ismert információ, hogy az idősek körében nagyobb az esélye a fertőzés súlyos szövődményeinek és a halálnak. Ezért március 8-ától látogatási tilalom van az ország összes idősek otthonában. A zárt közösségekben gyorsan tud terjedni egy vírus, az összezártság és a bentlakók egészségi állapota legyengült immunrendszere miatt. Ebben a helyzetben a gondozottak és a gondozók is megnövekedett veszélyérzettel és stresszel kénytelenek együtt élni. Az otthonon belül sem szabad csoportosulni az időseknek, tehát elvileg meg kellene tartani a 1,5 méteres távolságot, ami a gyakorlatban nem mindig megoldható. De mind a 4 idős otthonban foglalkoztatunk mentálhigiénés szakembereket, akik igyekeznek mentálisan is támogatni az időseinket, és a lehető legkönnyebben és legjobban túlvészelni ezt az időszakot. Az idős rokonokkal, hozzátartozókkal ebben az időszakban is fontos a kapcsolattartás. A Szociális Központ vezetője elmondta, hogy amit a jogszabályok és lehetőségeik engednek, megtesznek. Így Skype-on vagy telefonon tarthatják a kapcsolatot az otthon lakói hozzátartozóikkal. Miután a hozzátartozók nem hozhatnak be semmit, nem szeretném, hogyha bármivel bekerülne a vírus az intézményeinkbe. Tettünk egy olyan felhívást, amivel gyümölcsöt kérünk. A gyümölcsöt pedig azért, mert szeretném a hét minden napján természetes vitaminpótlást megoldani az időseinknél, ugye ezzel is segítve egy kicsit a egyébként is legyengült immunrendszerüket. A Szekszárdi Kelemen József idősek otthonában 155 idős embert látnak el 4 különböző épületben. Ezen kívül napi szinten saját otthonaikban 95 idős embert gondoznak, 274 idős embernek visznek napi egy meleg ételt, és folyamatosan működik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. 136 ember van a rendszerükbe, akik a nap 24 órájában bármikor jelezhetnek, ha problémájuk van.